Ebben a sorozatban Jakov, azaz Jakab levelét vizsgáljuk, és megnézzük, hogy mi is az, amit üzen, hogyan kerülhetünk közelebb Jakua útjához és az ő instrukcióihoz, illetve magához a teremtőhöz, Jakov levelének segítségével. Folytatni fogjuk Jakab Jakov negyedik fejezettel, melyik kezdődik. Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? nem onnan éj a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek. Kívántok és nincs néktek. Gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg. Harcoltok és háborúskodtok, és nincsen semmitek, mert nem kéritek. Hasonló dologról írt a gerjedelemmel kapcsolatban, ami az emberben található Saul, a rómaiakhoz írt levelének hetes fejezetében, Mely így szól, mert gyönyörködöm Elohim törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul át a bűntörvényenek, mely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a -e halálnak testéből? Ugyanúgy arról beszél, ami az ember tagjaiban van. Ez az egyik része az embernek, a másik pedig, ami az elméjében található. Ez az, ami bűn az emberben benne van, egészen Ádámtól fogva. Ez az, ami az ember bűnre sarkalja. Ez az, ami az ember tagjaiban van. A sóvárgás, azok az ösztönök, az irítség, a gyilkosság és minden, ami bűn ez az a másik törvény, mert a Saul is él, ami az ő tagjaiban van, mely rabul adja őt a bűntörvényére. És nincsen semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jó kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Miért? Azért, mert ez az emberben benne van. Az ő ösztöne az, ami bűnre sarkalná, ami rávezetné arra, hogy a törvény ellenére cselekedjen. Hiszen ezt a gerjedelmére költené ugyanúgy, ahogy Saul írja, hogy van benne egy másik törvény, és a kettő állandó harcban áll. Ez a bűntörvény, ami bűnre vinni őt. Mi a bűn? Aki bűnt cselekszi, az törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig törvénytelenség. Egy Jahukanon 3-4. Arra figyelmeztet Jakab, hogy az a sóvárgás, ami az emberben benne van, az mind-mind a test vágya. Ezért van az, hogy kéri, de nem kapja meg, hiszen Jahua Elohim tudja azt, hogy mi az, amire az embernek szüksége van. Az embernek járni kellene az utat. Azt is tudja, amint azt írja Berra 8-as fejezetben, hogy mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva pontosan tudja azt, hogy miért olyan az ember, amilyen, hogy ez a harc állandóan benne van az emberben. Azonban amikor Saul felteszi a kérdést, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből, a válasz pedig erre egyértelmű, ja Hokonon tízes fejezet, én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd legelőtt talál. De a tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, öljön, pusztítson, én azért jöttem, hogy életök legyen és bővelkedjenek. Én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért. Ugyanerről a tolvajról ír, aki azért jön, hogy lopjon, őjön, pusztítson. Jakov hiszen arról beszél, hogy sóvárognak, gyilkolnak, irítkednek, harcolnak és háborúskodnak egymás közt. Azért, mert nem a megfelelő ajtón léptek be. Azért, mert ez az állandó harc benne van az emberben, és ez ott zajlik. Jakov egyértelművé teszi azt is, hogy nem elégséges az embernek kérnie azt, ami, amit ő gondol, hogy neki szüksége van rá, hanem fontos az, hogy azért kérje, hogy azzal közelebb kerüljön az atyához. A másik, amit Matit Jehu 6-os fejezetben olvashatunk, a 8-as vers, így szól, ez ugye a ha másják, ne legyetek hát ezekhez hasonlók a pogányokhoz, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Azonban azt is tudja, hogy mi az, amire nincs szükségetek, és azt nem fogjátok megkapni. Hiszen ő pontosan tudja, hogy az ember, az ember olyan dolgokat is kérne, amire egyáltalán nincs szüksége, vagy pedig nincs, a hasznára. Máté Jahu 7-es fejezet 11-es így szó. ha azért a ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni. Miért mondja, hogy gonosz? Azért, mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva. Plusz ezek az emberek, akikhez beszélt, ezek törvénytelenül éltek. Ugyanúgy, hogy ma a legtöbb ember törvénytelenül él. Nem változott semmit a helyzet. Ugyanúgy a törvény szerint kellene élni mindenkinek, azonban azt mondja, hogy ha ti, még a gonosz ember is általában képes a fiainak jó ajándékot adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle, akik azért kérik, hogy közelebb kerüljenek hozzá, akik olyan dolgot kérnek, amely spirituálisan növeli őket. Nem akármit, hanem azt, amivel közelebb tudnak kerülni az úthoz nincs semmi probléma azzal, hogy az embernek vannak kívánságai vagy kérései. Azonban nézzük meg, hogy a húsa mit mond ezzel kapcsolatban Mati 18-as fejezet 19-20-as versben. Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a Földön, minden dolog felől, azaz a kettő egyé válik, úgy, mint ahogy én és az atyám, ahogy mondta, a férfi és a nő, vagy legyetek ti egyek, erről beszél ismét, természetesen olyan értelemben, hogy járni szeretnék az utat, melyet ő megmutatott, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Tehát lehet kérni, megvan a lehetőség rá, azonban megvannak ennek a feltételei. Az pedig az, hogy az ember a helyes úton járjon, és legyőzze azt a másik törvényt, mely mindannyiunk tagjaiban megtalálható. Lukács 11-es fejezetben egy kicsit más megvilágításba helyezi ugyanezt a kérdést, a húsák másják, mely így szól. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áldati mennyei atyátok a ruak hakodást azoknak, akik tőle kérik. Azaz, aki azt kéri, ami közelebb visz Elohimhez, az megadatik neki. Azonban tudja Elohim azt, hogy az embernek megvannak a maga kívánsága és állandó harcban áll azzal, ami az ő tagjaiban lakik, ez a bűn, amely azóta az emberben van, hogy az első emberpár elbukott a kertben. Jahukaron 14-es fejezetben ugyanezt ígéri meg Jahusa, bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azok az emberek, akik azt mondják, hogy ők hisznek, hogy nekik mindenük az Úr, nekik mindenük Jézus, ők imádják őt, az cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. Mi az, ami nem világos abból, amit szeretne mondani? Aki hisz, az úgy él, ahogy ő élt. Nem arról beszél, hogy ő betöltötte, vagy ő megszüntette, vagy az egy átok, vagy már nincsenek törvények, meg instrukciók hanem az cselekedni fogja azokat, hiszen ő hiszi azt, amiről ő beszélt, ő megérti, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én Atyámhoz megyek. Hogy tud nagyobbakat cselekedni? Úgy, hogy akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Arról most nem beszélek, hogy ő is az Atyát dicsőítette, tehát, az atya az, ami legfelül áll, ő az egyedüli, akinek a dicséret, akit a dicséret illet. A lényeg az, hogy akármit kér az ember az ő nevében, azt megcselekszik. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Az a segíteni fog nekünk ebben a harcban, mely az emberben dúl. Így folytatja, ha engem szerettek, azaz, aki hisz, az cselekszi azt, amit ő cselekedett, ha engem szerettek, az én parancsolatimat megtartsátok. Honnan jött? Az atyától. Azokat a parancsolatokat hozta, melyeket az atya mondott neki. Az atya nem változik, ő nem gondolja meg magát. Ugyanazok az instrukciók érvényesek most, mint amik akkor voltak, vagy amik az úgynevezett ószövetségben voltak. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ádnéktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Azaz mi kérjük őt, és ő kéri az atyát, hogy elküldje nekünk azt a vigasztalót, amiről az előbb beszélt, ami a Ruak Hakodes, a Szent Lélek. Ennek azonban megvannak a feltételei. Egyrészt az embernek cselekedni kell azokat a cselekedeteket, melyeket ő megtett, azaz az instrukciók szerint élni, és aki szereti, az szintén megtartja a hit és a szeretet cselekedetekben nyilvánul meg. Mi hozzáfordulunk, az ő nevében kérjük az atyát, és ő továbbítja ezt, és aztán fogja az ember megkapni azt a vigasztalót, ami majd segít ebben a harcban, és segíti abban, hogy a megfelelő dolgokat kérje, illetve legyőzze azt, ami az emberben állandóan dúl, ez a gonoszság, ami az embernek a szívében benne van a kezdetektől fogva. Folyamatosan arra szólít fel minket, hogy ő rajta keresztül próbáljunk meg eljutni az Atyához, és amiket kérünk rajta keresztül, azokat meg fogja adni nekünk az Atya mind. Nyilvánvaló, hogy aki rajta keresztül megy, az hisz benne és szereti őt, aki szereti őt, az olyan dolgot fog kérni, amit mindent meg fogja adni. Nem arra gondol, hogy én akarok egy új biciklit, vagy vagy egy új, új autót, vagy én nekem kell, kell egy negyedik feleség, meg ilyen dolgok. Arról beszél, aki őt szereti, aki hisz benne, tudja, hogy milyen dolgokat fog kérni, és azokat megadja neki az atya. Ezért mondja azt, hogy a Hukanon 15-16, ös versben, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Ezek az emberek, akik itt vannak, ezek kívánnak, gyilkolnak, irigykednek, harcolnak egymással, azért nem kapják meg, amit akarnak, mert az ő gerjedelmeikre hallgatnak. Ők azt a harcot, amelyről Saul ír, azt a harcot nem nyerik meg. Őket nem választotta ki. Ők nem teremnek gyümölcsöt. Azt terem gyümölcsöt, aki megváltozik, megtér. Mit jelent a megtérés? A megtérés azt jelenti, hogy valaki az instrukciók szerint él. Nem kiválogatja azt, ami, ami számára megfelelő, vagy ami, ami egyszerű, hanem az összes szerint. Ő nem mondta azt, hogy válasz ki, ami, ne, ami neked egyszerűen megy, vagy ami szerinted jó. Ő azt mondta, hogy kövesd azt az utat amit én jártam. Cseleked meg azt, amit én se, ő nem válogatott, ő az összest megtartotta. Megmutatta, hogy igenis lehetséges. Igézzik el 18-20-21, így szól a 21-es vers, és ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, mi a vétek 1, jahokönönön 3-4, megnéztük, megtér. Mit jelent? Megtartja minden parancsolatimat, és a Tora a törvény szerint, és igazságot cselekszik éljen meg ne halljon. Erről beszél itt Ha Hamásia. Terem gyümölcsöt. Mi az első lépés ha az, hogy megtér. Utána tud majd ő másokat elvezetni az útra. Az nem azt jelenti, hogy az utcasarkon kell állni és ordibálni, hogy Jézus az élet, vagy hogy mondd el ezt az imát, és onnantól kezdve meg vagy mentve, vagy hogy én megmentem, engem, én, én, hogy is van, megment, megmentett, vagy én, én meg vagyok mentve ettől, meg attól a dátumtól fogva, ilyen, ilyen nem létezik. Az, amikor az ember azt mondja, hogy ő meg lett mentve, az az a, az a pillanat, amikor felismeri az igazságot. Onnantól kezdve ez egy állandó harc. Ha Saul arról ír, hogy benne egy harc zajlott, miért nem mondta azt, hogy én meg vagyok mentve, hátradölt volna, fölteszi a lábát az asztalra, és végzett. Azért, mert ez egy állandó harc. Ez jelenti azt, hogy gyümölcsöt terem. Azt tudja mutatni az utat másnak, aki járja az utat. Az nem elégséges, hogy az ember mondogatja, hogy ő meg van mentve, vagy hogy ő mennyire szereti, vagy neki ez az élete, meg ő imádja az Urat. Az mind-mind nagyszerű. Csak nem lesz elegendő. Azt terem gyümölcsöt, aki úgy jár, aki úgy él. Ki az, aki megtér, aki megtartja minden parancsolatimat? Nem kiválogatja azt, amit ő úgy gondol, vagy amit a kereszténység mond, vagy ami egyszerű. És a törvény a tora szerint él, és igazságot cselekszik. Az az, aki gyümölcsöt fog tudni teremni. És ekkor akármit kértek az atyától az én nevemben, megadjanék. Mert ekkor már csak olyan dolgot fognak kérni, amit biztos, hogy megadja. Tudja, hogy arra kell az a dolog, hogy, hogy még több gyümölcsöt teremjen, hogy segítsen másokat rajta maradni ezen az úton, és ő maga is rajta maradjon. Ennek az útnak nincsen köze egyetlen valláshoz sem. Ugyanúgy a kereszténységhez, mint az összes többihez. Az, aki törvénytelenül él, az nem tért meg. Jókonon 16-os fejezetben a 23-as, 24-es versítszó, és azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben, hiszen nem ismerték. Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Azért hogy képesek legyenek megtérni, és gyümölcsöt teremni, és járni ezt az utat. Azért kell kérnie, nem azért, hogy az ő gerjedelmeiket kielégítse. Ugyanitt a 26-27-es vers így szó, azon a napon az én nevemben kértek majd, és nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az atyát ti érettetek, mert maga az atya szeret titeket, mivel hogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én Elohimtől jöttem ki. Nem én vagyok Elohim, hanem tőle jöttem ki. Azaz az atya szeret, szereti azokat, akik megtérnek és az úton szeretnének járni. Aki hisz, aki szeret, azaz akinek meg fogja adni ezeket a dolgokat, hiszen az olyan, olyan dolgokat kér, amivel tudja terjeszteni az igazságot nem a keresztény verzióját, vagy a katolikus, vagy a baptista verzióját, hogy ezt nem kell, meg azt nem kell, meg ezt betöltötte, meg azt betöltötte. Aki mindent megcselekszik, sőt, még nagyobb dolgokat is. Miért? Azért, mert elhiszi, mert szereti őt, mert kéri az atyát, és mert az megadja neki. Négyes vers. a férfiak és asszonyok, nem tudjátok e hogy a világ barátsága ellenségeskedés Elohimmel? Aki ezért a világ barátja akar lenni, Elohim ellenségévé lesz. Elég egyértelmű, amit mond, és az pedig az, hogy két út áll az ember előtt, és aki a világot választja, az nem fog tudni a, az atyához eljutni a végén. Ugyanezt mondja, egy húkanon 3-1-3-ig lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az atya, hogy Elohim fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Az előző fejezetben azonban ezt írja: Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világtól. A világ barátsága ellenségeskedés elohimmel. Aki a világ barátja, az Elohim ellensége lesz, ugyan erre figyelmeztet az első levelében hokanon a második fejezetben, hogy ne szeressétek a világot. Azaz a két út között választania kell az emberek. Ugyanúgy, ahogy arra figyelmeztet, hogy a világ nem ismeri azokat, akik az Atyát szeretik. Hiszen az ember kétféle úton járhat. És az egyik a széles út, ami a pusztuláshoz fog vezetni. Ezen, amin a legtöbb ember elkezd majd járni. Mellesleg mindaz, ami a világban van, a testkívánsága, a szemek kívánsága, az életkérkedése, az az, amire itt figyelmeztet az ő gerjedelmeitek. A kívánságaik, a sóvárgásaik, a gyilkosság, az irítség, a harcok, a háborúskodások állandóan. Ugyanez okozta az emberiség vesztét a kezdet-kezdetén a testkívánsága, a szemek kívánsága, az életkérkedése. Bár a sít, hármas fejezet, lát az azt, hogy jó a fa eledelre, a test kívánsága, hogy kedves a szemnek, a szemek kívánsága, és kívánatos az a fa a bölcsességért, az élet kérkedése, a tudás a bölcsesség. Ez az, amit a világ hirdet. Ez az, amit a világ akar. Hogy nézel ki, mit tudsz, mit van, mi az, amit elértél, stb. 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 Ez az a barátság, ami nem elfogadható Elohimmel. Elohimet nem érdeklik ezek a dolgok. Ez a világ útja. Ez mammon útja. Azért mondja, hogy Elohim ellenségévé lesz, hiszen aki még mindig itt tart, az nem azon az úton jár. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. A világ nem fogja ismerni azokat, akik másképp gondolkodnak. Azt fogja mondani, hogy te, te egy szélsőséges vagy, túlságosan belemész, ezt nem így kell, attól még élni kell az életedet, bla bla bla. Az ember vagy a világ barátja és Elohim ellensége, vagy a világ ellensége és Elohim barátja. Azonban az egyik problémákat szül ebben az életben, a másik problémákat szül a következőben. Ugye Hukanan 15-ös fejezet 18-20 így szól, 18-19 így szó. Ha gyűlölt titeket a világ, azaz a világ ellenségei leszünk, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti Azaz őt is gyűlölte ez ugye a másiát. Őt is gyűlölte a világ, hiszen nem ismerte. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. Ugyanúgy itt is, aki a világ barátja, az az ellensége Elohimnek. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlölt titeket a világ. Úgyhogy mindazok a nehézségek, amiket az ember elszenved a családjában, a barátaitól, a munkahelyén, az mindennapi életben, az út miatt, az ő véleménye miatt, az egy nagyon nagyszerű dolog. Hiszen őt is gyűlölte, és mivel nem vagyunk-e világból, ezért minket is gyűlöl ugyanúgy a világ. A barátsága a világnak lenne a probléma. Ötös vers, vagy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik de nagyobb kegyelmet ad, ezért mondja, az Elohim a kevélyeknek ellenök áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Irítségre kívánkozik a lélek, azaz az irítség itt a sóvárgás jelenti azt, azt a vágyad, amiről az imént beszéltünk Bereshit kapcsán, az első ember párbukásakor, és onnantól kezdve végig a történelmen. A világ az, ami a kívánságot, ezt a sóvárgást megtestesíti. A világ erre neveli az embert, különösen ma, Minél több dolgot elérni, akár élményeket, akár tárgyi dolgot, teljesen mindegy. Ez a boldogság titka. Több pénz, nagyobb autó, nagyobb lakás, stb. stb. Ugyanezek a klisé dolgok, amiket mindenki ismer. Ez az az irítség, amiről itt beszél. Az, hogy az írás azt mondja, azt jelenti, hogy nagyobb kegyelmet áll, hiszen ennél sokkal nagyobb dolgok azok, amiket elér az ember, hogyha ezen az úton marad, hiszen megtudja az igazságot, és a végén eljut oda, hogy az atyával lehessen mindörökké. Elohim a kevélyeknek ellenük áll, a büszkéknek azoknak, akik most mondják, hogy, hogy oh, te szélsőséges vagy, ennek semmi értelme, ez egy mese, ezt eltörölt, ezt betöltött, ezt már nem kell csinálnunk. Ez nem így van ő így is szeret, ő így fogad el engem, én a saját utamon szolgálom őt, stb. stb. Ezek azoknak, akiknek ellenáll, az alázatosok azok, akiknek kegyelmet ad. Erről beszél Misli példabeszédek hármas fejezetben. Útájaja Jahu az engedetlen. És az igazakkal van az ő titka. Kik az igazak? Azok, akik az utat járják. Azok az igazak. Azokkal van ő. Jahuának átka van a gonosznak házán. Ki a gonosz, az előbb láthattuk ki, hezikáját 18-as fejezet 20-21. A gonosz, aki nem teljesíti az instrukciókat. De az igazaknak lakhelyét megállja. Ki az igaz, az, aki teljesíti. Akik csúfolók, ő megcsúfolja. A szelideknek pedig áld kedvességet. Innen idézi a kóv. A kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak kegyelmet áll. A csúfolókat megcsúfolja, a szelideknek pedig kedvességet áll. Lukács 16-os fejezet 13-14 így szól. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Vagy a világot szereted, vagy Elohim útján jársz. Mert vagy az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti. Ezt mindenki ismeri ezt a verset. Nem szolgálhatok Elohimnek és Mammonnak. Erről beszél Jakov szintén. Azonban érdekes az, amit mond, hallák pedig mindezeket a farizeusok is, akik pénzszeretők valának, és csúfolák őt. Mit mondott? A csúfolókat ő megcsúfolja, a szerideknek kedvességet át. A farizeusok azok, akik a saját törvényeiket az instrukciók köré felépítették azért, hogy rajtuk keresztül lehessen csak eljutni. Ez az, amit nem hajlandóak megérteni az emberek. Ő nem azért jött, hogy a törvényeket eltörölje, ő azért jött, hogy eltörölje mindazokat, a dolgokat, amik nem a törvény. A bűnt, a hozzáadott törvényeket, az áldozati törvényeket, és mindent, ami az embereket megakadályozta abban, hogy eljuthassanak az igazsághoz. Ezért jött. A farizeusok ezt próbálták megakadályozni. Ők voltak azok, akiken keresztül el lehetett jutni. Ők voltak a papi nemzetség, a léviták és a törzse. Ők erre alapozták az életüket. Nekik ebből bevételük származott, hogy rajtuk keresztül lehetett eljutni. Ők azok, akik megkapták az áldozatokat. Ha valaki ismeri az Ószövetséget, tudja a rendszert. Aki nem ismeri, az nem érti ezt az egészet. És a legtöbben nem értik. Mert ő számukra ez Ószövetség. Ezt eltörölte, ezt betöltötte. Azonban ezek a farizeusok pénzszeretők valának és csúfolák Még egy érdekesség, Ahogyan ez jellemző a mai úgynevezett kereszténységre, akik szintén farizeusok, akik szintén kitalálják a saját szabályrendszerüket, és úgy próbálnak közeledni. Akik szintén nem tudják otthagyni a világot, hanem a kettők közt próbálnak lavírozni valahogy. Az ő képük szintén itt van. Ők azok, akik csúfolják, ma is azokat, akik azt mondják, hogy az instrukciók szerint kellene élnünk, hogy akkor tudunk eljutni. Nem ők azok, akik azt mondják, hogy ezt már betöltött, ez nem kell nekünk, hogy te nem érted, hogy mi a kegyelem alatt vagyunk, stb. stb. Sokkal több van az írásokban, mint ami először az ember szemét megüti. Engedelmeskedjetek azért Elohimnek. Hogyan engedelmeskedik az ember Elohimnek? Úgy, hogy jár azokban a parancsolatokban azon az úton, amelyet ő kit kijelölt, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Elohimhez, és közeledni fog hozzátok. Mit tanácsol, hogy engedelmeskedjetek azért Elohimnek, és álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek? Ugyanezt történt. Lukács 4 fejezet 13-as versben is elvégezni, hogy minden kísértést az ördög eltávozik tőle egy kis időre. Ahogy mondta, ha őt nem tisztelték, ha őt gyűlölték, ha ő is át, átesett ezeken a kísértéseken, problémákon, akkor mi is átfunk. Ugyanaz történt vele a másiákkal, amikor az ördög megkísértette a pusztában, eltávozott tőle egy kis időre. Ugyanezt mondja Jakov, álljatok ellen és elfut tőletek. Egy kis időre, aztán persze visszatér. De hogyan tud ellenállni az ember úgy, hogy engedelmeskedik Elohimnek? Hogyan engedelmeskedett Jahussa úgy, hogy visszautalt arra a tanákra, arra az ószövetségre, amire az emberek azt mondják, hogy ó, hogy ez egy átok, hogy betöltötte, hogy eltűnt, hogy már nincs. Azt javasolja, hogy közeledjetek Elohimhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeitek, ti bűnösök, szentejétek meg a szíveteket, ti két szívűek. Ki a bűnös? Ki az, akiről beszél? Mi az, amit mond, hogy hogyan lehet közeledni, engedelmeskedni mi másnak, ha nem az ő instrukcióinak? Mi a bűnös? 1. -e Hukanan 3. 4. A bűn törvénytelenség. Kinek a törvénye? Elohimnek a törvénye. Minek kell engedelmeskedni? Az ő instrukcióinak. Mindenki kivétel nélkül erre utal vissza. Nincsen egyetlen olyan könyv az írásban, de megkockáztatom, hogy egyetlen olyan fejezet sem, ami ne erre utalna ilyen vagy olyan módon. Erről beszél most Jakov. Mi másnak kellene engedelmeskedni? Hogyan közelítsen az ember? Elmondja Jesi és a 29.13, és így szólja Hua, mivel enép nép szája közelget, azaz mit csinál, mondogatja, hogy nekem Jézus a mindenem, nekem az Úr a mindenem, én ő érteleg, én, én, alig várom, hogy azt csináljam, amit, amit, ő akar. És csak ajkaival tisztel engem, aki, aki csak mondogatja ezt, szíve pedig távol van tőlem, úgy, hogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn. Mi ez maga a kereszténység például? Egy betanított emberi parancsolat. Ugyanis már nincsen Elohim parancsolata, már nem él a Tora, akkor mik az ő parancsolatai? Vasárnap, karácsony, húsvét, bármit lehet enni, bármit lehet ünnepelni, bármit lehet bármikor. Betanított emberi parancsolat. Már akkor is ez volt, semmiféle újdonság nincsen a nap alatt. És erről beszélt. Jakov azt tanácsolja, hogy közeledjetek Elohimhez, tisztítsátok meg kezeiteket. Ti bűnösök, szentejétek meg a ti szíveteket kétszínűek. Az ember nem lehet szent, nem mondhatja azt, hogy ő közelget, hogyha összeviszeszik minden dolgot, amiről ő tudja, hogy az tisztátalan. Elmondja, Három Mózes Vaikra, 11-es fejezetben, hogy szentejétek meg magad, mert én szent vagyok. Onnan jön ez az idézet. Ne egyetek semmit, ami tisztátalan, hanem legyetek ti szentek, mint ahogy én az vagyok. Ez az egyik például. A szájjal közelgetés nem lesz elegendő. Ő nem erről beszél itt. Vaikra 3 Mózes 11.45 így szól, mert én vagyok Jahua, aki felhoztalak titeket Egyiptom vagy Mitzraim földéből, hogy hatalmasságotokká legyek néktek. Legyetek azért szentek, mert én szent vagyok. 47. Hogy különbséget teljesetek a tisztátalan és a tiszta közt, az olyan állat közt, amely megehető, és az olyan állat közt, amely meg nem ehető. Legyetek szentek, mert én szent vagyok. Mit mond Jákob? Szentejétek meg szíveteket két kétszívűek tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök! Térjetek meg! Közeledjetek Elohimhez! Mivel a nép szája a közelget, és csak ajkaival tisztel engem, szíve távol van. Irántam való félelme, betanított emberi parancsolat. Mi az, hogy szíve távol van? Ki az, akinek közel van a szíve? Ez ilyes 51-es fejezet, 7-es versben le van írva. Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van a törvényem az tud közeledni hozzá. Mi az, ami megszenteli az embernek a szívét, ha nem az ő törvénye, amiben a szívében van, az embernek. Ne féljetek az emberek gyalázatától, ne érdekeljön, hogy mit magyaráz mindenki, szidalmaik miatt kétségben esetek. Ne is foglalkozzatok vele, hogy ők azt mondják, hogy ti szélsőséges vagy, hogy te te nem érted, hogy ez eltörölte meg, mit tudom én, mit csinált vele. Akinek a szívében, a törvénye van, az az, aki tudja az igazságot. Mit ír a négyes versben, ugyanitt figyeljetek rám, én népem. Ki az ő népe, aki úgy él, ahogy ő mondta, és rám hallgassatok, én nemzetem. Mert tanítás megy ki tőlem, törvényemet a népek megvilágosítására megalapítom. Ha egyszer a törvény a népek megvilágosítását szolgálja, akkor minek törölte volna el? Az, hogy az emberek nem akarják megtartani, és nem tudták, az egy másik kérdés. A törvény mindig is jó volt. Az ember volt az, aki nem volt hajlandó engedelmeskedni. Aki visszahúzott a világhoz a szíve. Ez a fejezet így kezdődik. Hallgassatok rám, kik az igazságot követitek, kik jahuát keresitek. Mit mond? Az, hogy közeledjetek hozzá, és közeledni fog hozzátok. Ugyanezt mondja itt, hogy akik az igazságot követitek, akik jahuát keresitek. Tekintsetek a kőszára, amelyből kivágattattatok, a kútfő nyílására, amelyből kiásattatok. Mi volt ez a az, a, az, a, spirituális kőszikla, amiből az életvize kijött, amiről szó volt, beszéltünk az atya és a fiú kapcsán. Jahusha ha az ő szava. Ő volt az, amire építetik az a ház, amit nem rombol le a a vihar. Ez az a forrás, ami majd az életvizeként folyik, amiről jelenések könyve ír. Ugyan erről beszél, az ő szava az, ami az embernek életet ad. Akik követik az igazságot, akik keresik Jahuát, mit mond, hogy közel egy hozzá? Mit mond, hogy szája közelget és ajkaival tisztel, mert nem az ő parancsolataiban jár? Mit mond három Mózesben, hogy legyetek szentek, mert én szent vagyok? Ugyanezt mondja Jakó, szented meg a szíved. Hallgass rám, kik tudjátok igazságot. A nép, kinek szívében van a törvény. Akinek nem az ő törvénye, instrukciói vannak a szívében, az nem fogja megtalálni őt. Ézsaiás és 55, 55.6. Így szó, keresétek Jehuát, míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, míg közel van hagyja el a gonosz az ő útját, mi az Jézikáel, ez Ikea 18 -2021. Bűnös férfiú gondolatait térjen meg Jahuához, könyörül rajta, és a mi hatalmasságunkhoz, mert bővelkedik megbocsátásban. Így folytatja Jákov, nyomorkodjatok és gyászoljatok és sírjatok. A ti nevetéstek gyászra fordul, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat Jahua előtt, és felmagasztalt titeket. Joel, második fejezet 12.13 13 így szól. De még most is így szól, Jahua. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. Hogyan? Bőtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Azaz, nevetésitek gyászra forduljon, örömötök szomorúságra, alázzátok meg magatokat Jahua előtt, és majd ő lesz az, aki felmagasztalt titeket. Térjetek meg, és szívetek szaggassátok meg, ne ruháitokat. Azaz, azaz spirituálisan metélt körül a szíved, ne fizikálisan a testede. Nem azt jelenti, hogy az egyik vagy a másik nem szükséges. Azt jelenti, hogy a szíveteket szaggassátok meg, azonban ehhez társul egy fizikális cselekedet is. A bőtölés, a sírás, a kesergés. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat. Úgy térjetek meg jahuázati hatalmasságotokhoz, mert könyörülő és irgalmas ő. Késedelmes a haragra, és nagykegyelmű, bánkódik a gonosz, mi a? mi a gonosz, aki elhagyja az ő instrukcióit. Erről beszél Jakov, hogy térjetek meg, alázzátok meg magatokat, Jahua előtt. És mi lesz utána? Tehelim, 30-as fejezet, megmutatja, hallgass meg, Jahua, könyörül rajtam, Jahua, légy segítségem. Majd ő lesz az, aki síralmamat végságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülvezettél örömmel. Amikor az ember megtér hozzá, amikor hajlandó először alázatot és engedelmességet mutatni, majd utána az atya lesz az, aki majd a siralmat végságra fordítja, leoldozza a gyászrát és körülvezeti az embert. Ugyanúgy, ahogy a... A pusztában a barang, barangolások során megkaptak volna mindent az emberek, csak nem voltak képesek kitartani a végéig. Azt akarták, hogy akkor ott kényelmes legyen, mint ahogy a legtöbb ember most is erre hívja fel a figyelmet. Jakó, forduljon az ember vissza, térjen meg, éljen az instrukciók szerint, és majd akkor Jakóha megjutalmazza. Ha nem, akkor Amok, Amos, 8-as fejezet 9-11-ig és lészen azon a napon, azt mondja Jakóha Elohim, lenyugtatom a napot délben, besötétítem a földet fényes nappal. Ez mi ez az utolsó idők, amiben mi élünk? Ünnepeiteket búra változtatom, minden dalotokat szomorú éneké. gyászruhát borítok minden derékra, kopasságot minden fejre, olyanná teszem, mint aki egyetlen fiát siratja, a vége pedig, mint a keserűség napja. Ímé napok jönnek, azt mondja Jokó Elohim, és éjséget bocsátok-e földre, nem kenyér után való éjséget, sem víz után való szomiságot, hanem Jokóa, beszédének hallgatása után. Azaz, ha az ember nem hajlandó megtérni, akkor ő lesz az, aki előbb vagy utóbb ezt az egészet meg fogja oldani. Ha nem hajlandó az ember erre önszántából, akkor majd ő megteszi ezt. Érdemes azt is figyelni, hogy el fog jönni az a nap, amikor nem a kenyér és a víz lesz az, amire az, ember szüksége, az embernek szüksége lenne, hanem Elohim szava. Amikor az ember megérti, milyen időben él, és akkor már késő lesz. Jákóf 11-es vers, négyes fejezet így szól, ne szóljátok meg egymást, atyám Aki megszólja atyafiát, fiát, és aki kárhoztatja atyafiát, fiát, az a törvény ellen szól, és a törvény kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírálja vagy a törvénynek. Egy a törvényhozó, aki hatalmas megtartani és elveszíteni. Kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat? Nem arról beszél, hogy, hogy nem tudunk már másiknak, nem tudjuk figyelmeztetni sem, mint amire a legtöbben gondolnak, hogy ne ítélj meg engem, meg ki vagy te, hogy ezt mondod, és stb. Az a feladatunk, hogy figyelmeztessük egymást, hogyha tudjuk, hogy valaki rossz úton jár. Ez arról beszél, hogyha valaki nem megfelelő módon. Nem szeretettel közelít a másikhoz. Nem azért, hogy segítsen, hanem azért, hogy, hogy kárhoztassa, hogy azt mondja, hogy te a pokolra jutsz ezért, vagy nem megfelelő nyelvezetet használ, illetve ha valóban, ha azt becsmérli, hogy az az ember nem akarja járni az utat. Hiszen mi nem ítélhetjük meg azt, hogy az az ember akarja vagy sem. Mi pusztán azt tudjuk, amit látunk. Ez az ember feladata, hogy szóljon neki. Miért? Azért, mert ma ikra ötös fejezet első vers így szól. Ha azzal védkezik valaki, hogy hallotta a káromló beszédet, és bizonyság lehetne, hogy látta vagy tudja, ha meg nem jelenti azt, hordozza az ő vétségének terhét. Azaz, ha valaki látja, hogy valaki bűnt követel, és nem szól, akkor az átveszi annak a védségének a terhét. Úgyhogy itt nem beszélhet arról Jakov, hogy mi már nem is figyelmeztethetjük egymást, hiszen ez a kötelességünk. Sőt, ez a legnagyobb érdeke mindenkinek. Kizikáj ja, 33-as fejezet, Azonban így szól, ha pedig az őrálló látja a fegyvert jönni, s nem fújja meg a trombitát, és a nép nem kapintést, és eljő a fegyvers utólér közülük valamely lelket. Ez a maga védke miatt éretett utol, de vérét az őrálló kezéből kérem elő. Akkor itt nem arról van szó, hogy egyáltalán nem lehet figyelmeztetni a másikat, hanem arról van szó, hogy hogyan figyelmezteti az ember a másikat. Kezikai így folytatódik. És te, embernek fia, őrálló lattalak téged, Jisrael hogy hogyha szót hallasz a számból, megintsed őket az én nevemben? Ha azt mondom, a hitetlennek, hitetlen, halálnak halálával halsz meg, és te nem szólándasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő útjáról, az a hitetlen védke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg. Ugyanaz, ami, be, amire figyelmeztet, Waikrában. Hiszen az egész könyv folyamatosan, következetesen ugyanazt az üzenetet közvetíti. De ha te megint tetted a hitetlent az ő útja felől, az a szóhat az atyát fiának, hogy térjen meg róla, mi a megtérés, hogy igaz a, az igazságot szóljon, és azt cselekedje, hogy a parancsolatok szerint éljen egy fizikáját 18-21. De nem tért meg útjáról, ő védke miatt meghalt, de te megmentetted a te lelkedet. Azaz ezek szerint nem csak hogy szólhatunk és kötelességünk, hanem a saját érdekünk is az, hogy figyelmeztessük egymást. És ezt két helyen is leírja. Hogy mindenki megértse azt, hogy miről beszél Jakov, arról beszél, hogy szeretettel közelítsünk a másikhoz. Hiszen ez maga a törvény. A törvényhozó majd eldönti, majd ő meghozza az ítéletet, hogy ki hova kerül. A mi feladatunk az, hogy figyelmeztessük őt, nem az, hogy kárhoztassunk, hogy káromoljunk, hogy becsméreljük a másikat. 13-as így szó. Noszaim már ti, akik ezt mondjátok. Ma vagy holnap elmegyünk a városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk és nyerünk akik nem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert micsoda a ti életetek? Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Ugyanazt ismétli meg, amire Jehusák a másiák figyelmeztetett Lukács 12-es fejezetben a példabeszéddel, mely így szól, egy gazdag embernek bőségesen termet földje. 16-21-es versik. Azért magában okoskodik mondván, mit cselekedjem? Mert nincs hová takarnom az én termésemet. És mondta, ezt cselekszem, az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. És mondom az én lelkemnek. Én lelkem, sok javad vannak, sok esztendőre eltéve. ted magadat kényelembe, egyél, így gyönyörködjél. Ugyanúgy, ahogy ezek az emberek. Ma vagy holnap elmegyünk a ma városba, ott töltünk egy esztendőt, kalmálkodunk, nyerünk, és tervezgetik a jövőt. Azonban nem tudják, hogy mit hoz a holnap. Nem értik meg az, hogy mi az ember feladata. Ugyanúgy, ahogy ez a gazdag ember. Mondta pedig Néki Elohim, ez ugye visszatérve a példázatra. Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet tőled, amiket pedig készítettél, kiei lesznek. Így van dolga annak, aki kincset akar magának, és nem Elohimben gazdag. Mire figyelmeztet Jakob, arra, hogy bizony pára a téletetek, életetek, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Mit kéne tenni? Hol a tesz kellene mondanatok? Ha Jahua akarja, és élünk, im ezt, vagy amaszt fogjuk cselekedni. Ti ellenben elbizakodottságotokban cselekedtek. dicsekedtek. Minden ilyen dicsekedés gonosz. Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Ugyanúgy, ahogy itt is, földi kincset gyűjtögetett ez az ember magának, és nem Elohim útját kereste. Jakab egész negyedik fejezete erre hívja fel a figyelmet. Hogy aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, az bűne annak. Ez azonban szükség van arra, hogy az ember megszabaduljon a test gerjedelmeitől. Hogyan? úgy, hogy erősíti a hitet, mi a hit, ez ugye a hit hallásból van, a hallás pedig Elohim igéje által, a Rómaiak 10-17. Erősíti a hitét, akkor megnő benne a szeretet, utána képes lesz elhagyni a világot, engedelmesen járni az utat, közeledni Elohimhez, megtisztítani saját életét és megszentelni azt, utána megtanulja az alázatot, és úgy tudja kezelni majd az embertársait, a felebarátait, és akkor megérti, hogy hogyan is tud felhalmozni magának ezen a világon, megtett cselekedeteivel, Elohim királyságában kincseket. Ez az, amire tanít Jakob. És tulajdonképpen az egész írás az alázat az, ami azt mondatja az emberrel, hogy ha Jahua akarja, és élünk, akkor ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Azaz megérteni azt, hogy mindaz, ami történik velünk, az azért van, mert Jahua időt adott nekünk arra, hogy közelítsünk hozzá, és hogy olyan dolgokat kérjünk tőle, amivel gyümölcsöt teremetünk nem csak a saját életünkben, hanem máséban is. Ez lenne az ember feladata és miután megvan, miután mi sinem vagyunk, onnantól kezdve tudunk majd jót cselekedni. Azonban, ha ezt nem tesszük meg, akkor az bűn. Úgy, ahogy láthattuk, vagy Ikra 5-ös fejezetben, vagy a 33-as fejezetben. Hogyha nem szólunk, akkor az bűn. Ezért mondja azt, hogy aki tudna jót cselekedni, de nem cselekszi, az bűnt követel. Azt kell az embernek cselekedni, ami Yahua útja, amit ő kijelölt az ő parancsolataival, amit ő akar, hogy mi cselekedjünk. És akkor megad nekünk mindent, ahogyan azt láttuk. Amit kívánunk, azokat megadja ahhoz, hogy haladhassunk az úton. Ő tudja, hogy nekünk mi a jó. Csak nekünk nehéz elfogadni azt, hogy az életünk esetleg nem úgy alakul, mint az embertársainké, vagy ahogy azt elképzeltük, vagy ahogy azt szeretnénk. Idővel, ha türelemmel járjuk ezt az utat, és az atya úgy akarja, akkor egy idő után ő meg fogja jutalmazni azt, aki kitartóan járja az utat. Ehhez azonban lépcső vezetnek, ehhez engedelmesség kell, alázat kell, ehhez ismerni kell a torát, az ő instrukcióit, hiszen az által kapja meg az ember, az által növekszik a hit, és jut el a ruak hakodás a szent lélek az emberhez. Hiszen aki nem, nem, tiszta életet él, aki nem az igazság útján halad, aki nem bűntelen életet él, vagy úgy mond, Szent, az nem, abban nem fog a szent lélek lakni. Ezért figyelmeztet úton útfélen arra, hogy mi az igazság szerinte. Remélem hasznosnak találtátok, és mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!